Advent van, újra eltelt egy év. Talán mindannyiunk életében volt sok szép, fényes, boldogabb nap, talán voltak fájdalmasak és szomorúak is. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy Advent szól a megszületésről, szól az újrakezdésről is. Égnek az adventi gyertyák a településeinken és a családokban. Az adventi gyertyának a lángjai, a hit, emlékeztet bennünket arra, hogyha hitünk van, akkor mindig elérjük a céljainkat. A remény és az öröm az kéz a kézben jár. Soha nem szabad feladni a reményt. És mindig kell, hogy legyen időnk megállni, főleg egy karácsonytáján, hogy észrevegyük az élet minden boldog pillanatát. Advent van, karácsonykor a köszöntőkben, az üzenetekben, a képeslapokon az a szó, hogy szeretet, sokkal többet elhangzik, mint bármikor máskor. És ez így van jól. Hiszen az adventi gyertyának a negyedik lángja is azt özeni, hogy szeretet. A szeretet a legfontosabb. Mindig tudnunk kell, hogy a rosszat csak a jó tudja legyőzni. Ha a szívünkben ott van az őszinte szeretet, ha ott van a megbocsátás. Én ezen a gondolatokkal kívánok Önöknek áldott, békés karácsonyt. Olyan boldog új évet, amikor a hétköznapokban mindannyiunkat elkísér a hit, a remény, az öröm és a szeretet.